Sziasztok! Viktor vagyok. 20 éves. Fehér. Magyar. Nem megkeresztelt. Férfi. Kb. Ennyit tudsz a személyimről, de nem a személyemről, mert lenne egy kérdésem. Hol ér véget a sztereotípia és hol kezdődik az előítélet? Mivel az előbb felsorolt attribútumok alapján egy elbaszott generáció elbaszott tagja vagyok, aki feltehetőleg szarzenét hallgat, jó eséllyel rasszista és turulmadár volt a jel az oviban, csak dugni akarok, nem hiszek a túlvilágban, de ha létezik, tuti pokorra kerülök, és nagy eséllyel minden este a depresszió miatt iszom le magam a sárga földig. Ja, hogy még szlemmelek is, akkor valószínűleg füvezem, és a két legnagyobb problémám, ha elfogy a papír, meg ha elfogy a papír. Sziasztok, Viktor vagyok, és egy olyan világban élek, ahol hiába néztek már cigánynak, hiába néztek már zsidónak, hiába néztek már melegnek, mindezek ellenére sem tudom, hogy hol ér véget a sztereotípia és hol kezdődik az előítélet. Gyors kérdés. Mi az első dolog, ami eszedbe jut Bill Clintonról? Leszopták. És mi az első dolog, ami eszedbe jut Obamáról? Az, hogy fekete, rasszista pöcs, persze. A fehéreket mélytorkozzák csak le, amíg a fekete-fehér igen nem játékban is. Mi az első tiltott szó? A fekete. Szóval romboljuk le a sztereotípiákat. Fordítsuk meg az összes kialakult kényszerképzetet. Mától minden férfi sírja el magát a romantikus filmeken, és a nők tudjanak parkolni. A férfiak szeressék a műkorcsolyát, és a női labdarúgó meccsek végén is legyen meccsere. Mától a nők hajtsanak rám a buliban, és hívjanak meg piára. Sőt, minden nő nézzen pornót, különösképpen meleg férfi pornót. A férfiaknak pedig folyton fájjon a fejük. És ha már pornó, nevezzük át az összes interrésőt, kicsit más bőrszínű, de amúgy totál egyenlő emberek dugnak rá. A fehér férfiaknak is legyen olyan hosszú és kemény, mint a négereknek. Mármint a történelmük. Mire gondoltál? Szóval az ázsiaiak mától nem értenek a matekhoz, sem az elektronikához, és nem árulnak műanyag krokodil papucsot a középosztálynak. A középosztály nem a legolcsóbb sört iszza, nem a legbüdösebb cigit szívja, és egészen biztos, hogy mindig adakozik a rászorulóknak. A magyar családok pedig igenis legyenek együtt minden vasárnap, vagy a stadionokban, vagy a templomokban, máshova amúgy sem mehetünk. Egy muszlim emberre sem néznek csúnyán mától a reptereken, viszont minden fehér, kreol, fekete és ázsiai készüljön fel a beható végbél vizsgálatokra, mert hát ugye, hogy soha nem lehet tudni. Az amerikaiak mától teljesen műveltek. Nem akarnak random közel-keleti országokat demokratizálni néhány üveg olajért cserébe, és az oroszoknál tartják a legdemokratikusabb választásokat az egész világon. A németek mától ellustulnak, a brazilok nem tudnak focizni, a görögök befizetik az adót, az angolok nem akarnak folyton különbözni mindenkitől, és kibaszott gazdasági válság lesz Svájcban, meg Svédországban, meg Norvégiában, meg mindenhol olyan kurva jól éltek eddig, mert mától az osztrákok szöknek át hozzánk mosogatni. Mi telepítjük ki a gyárainkat a fejletlen nyugathoz. Az egyetemisták nem versengenek, hanem egymást ajnározzák, kinek ér többet a diplomája. Sőt, úgy alapjában véve annyira kurva jó minden, hogy a magyar emberek már az utcára vadulnak és követelnek valami felháborító dolgot a kormánytól, hogy legyen már egy kis okunk aggodalmaskodni, mert nem tudunk megbarátkozni azzal a helyzettel, hogy nem csak Erdély és Felvidék akarja visszacsatoltatni magát hozzánk, hanem az Európai Unió is azonnal követendő példává állít minket, hiszen itt olyan kibaszott rendben mennek a dolgok. Ja, meg nyilván nincs előítélet. Sziasztok, Viktor vagyok, és nincs bajom a sztereotípiákkal. Az előítélettel annál inkább. Mert Viktor vagyok, de tök mindegy. Tök mindegy, hogy fehér. Tök mindegy, hogy fehér. Tök mindegy, hogy magyar. Tök mindegy, hogy férfi. Ez csak a személyim, és nem a személyem. Ne utáld a személyem. Utáld a személyem.